Csatlakozik az Igen Szolidaritás nettó 250 ezer forintos minimálbérért indított aláírásgyűjtéséhez a munkáspárt. A május 1-én kezdett aláírásgyűjtés 35 ezer támogatónál tart. A párt abban bízik, hogy szeptemberre elérhetik a 250 ezer támogatót. Huszti Andreával beszélgetünk. Az Iszom elnök, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 35 ezer aláírás gyűjtöttek eddig össze. Ezt hogy értékeli ezt a 35 ezeret? Elégedettek ezzel? Egyelőre elégedettek vagyunk, mert ugye május 1-én indítottuk ezt az aláírásgyűjtést online formában, ez eddig kizárólag csak online ment. Most fogjuk elkezdeni kitelepüléseken személyesen is gyűjteni, legfőképpen hozzákapcsolva Székely Sándor országgyűlési képviselőnknek a nyári országjárásához. Azt kérdeztem volna, hogyha azt mondja, hogy elégedett, de hogy lett elégedett azzal, gyűjthettek volna akár 1 milliót is, nem? Tehát, hogyha megkérdezünk egy ember, nettó 200 ezer vagy 250 ezer forintos minimálbért szeretne, vagy szeretnének az emberek, akkor azt gondolnánk, hogy mindenki szeretne. Tehát ki ne szeretne? Nem ilyen könnyű ez a dolog, sajnos, mert az emberekkel el kell hitetni, hogy egyáltalán elkezdhetnek ezen gondolkodni, hogy ők kereshetnek nettó 250 ezer forintot. Tehát, hogy annyira be van már szűkülve úgymond a tudatuk arra, hogy minden nap meg kell harcolni azért, hogy még hónap végén is legyen elég pénzük, hogy ezeket ezt el kell ültetni a fejekbe, nagyon sokat kell beszélgetni az emberekkel. Én azért gondolom, és azért vagyok elégedett ezzel a 35 ezerrel, mert ugye szeptember 11-ig mindenféleképpen fogjuk gyűjteni, akkor tartjuk meg majd a második munkásbüszkeség napját itt Budapesten, és addigra tűztük ki célul azt, hogy 250 ezer plusz aláírást gyűjtsünk ebben az ügyben. És hogyha meg lesz az a 250 ezer aláírás, vagy több, akkor mi lesz azokkal az aláírásokkal? Akkor meg felmutatják a kormánynak, hogy itt van, tessék, mit várok? Ettől nem lesz 250 ezer forint? Nem, ettől nem lesz, attól lesz majd 250 ezer forint, hogyha még több ember... Ez eljuttatjuk ezt az üzenetünket, és azért is fontos az, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom baloldali frakcióként bekerüljön 22-be a parlamentbe, mert akkor fogjuk tudni kivívni ezeket a dolgokat. A nyugdíjasoknak havi 50 ezer forintos emelést ígérnek. Miért minden nyugdíjasnak ígérik ezt? Nagyon elenyésző azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akik nagyon magas nyugdíjjal rendelkeznek, tehát hogy ez így elenyésző. Én ezt azért kérdezem, mert a legtöbb ellenzéki párt azt szokta mondani, hogy a 28.500 forintos minimálnyugdíj és a legmagasabb megállapított nyugdíj között majdnem százszoros a különbség. Óriási ez az olló, és egyre nagyobb ez az olló. Miért nem mondják azt, hogy nem mindenki kap 50 ezer forintot, hanem egy bizonyos nyugdíj fölött nem kap? Tehát ezt mindenki megkap? Nézze, ez a párt azért alakult, mert azt láttuk, hogy a dolgozói rétegekkel az elmúlt 30 évben, tehát a rendszerváltás óta nem igazán foglalkoznak a mainstream politikai pártok. És mi most nem teszünk ebben különbséget, tehát mindenkire vonatkozik. Ugye nekünk van egy programunk is most már, ami tavaly október óta elérhető, ez az Igen Szocializmus című, és ebben ugye a lényeg az elosztáson van. Tehát, hogy az nem járja, hogy kifejezetten az állam és a tőkések járnak jól, a dolgozók pedig mindig leghátra vannak hagyva. Hogyha itt elkezdünk sorolgatni sávokat és stb., akkor azzal megint elmegy a figyelem a dolgozói rétegekről, akik tényleg úgy élnek, én nagyon jól tudom, 20 évig ápolónő voltam, illetve nagyon-nagyon sok pártagunk ugyanabban a cipőben jár, mint ez a 4,5 millió, körülbelül 4,5 millió munkavállaló. Én ezt értem, csak mondjuk van egy összeg erre, akkor lehet, hogy el lehetne máshogy osztani, ezt szoktam mondani az ellenzék. Itt az állam és a tőke mohóságát visszaszorítva már eleve megcsinálható a 250 ezer forintos nettó minimálbér, a 100 ezer forintos minimum jövedelem, ami ugye értendő erre a 28.500 forintos szégyenletes mai minimum nyugdíjra, és az 50 ezer forintos családi pótlékot és az 50 ezer forintos nyugdíjemelést. Tehát, hogy az a szégyenletes, hogy jelenleg
a munkavállalók a megtermelt javaknak, tehát az általuk megtermelt javaknak az egyharmadát kapják, és kétharmadot pedig a tőkések. Ez a nyugati államokban abszolút nem így van, sőt, nagyon sok hely van, ahol fordítva van. Mi csak azt mondjuk, és ez a 250 ezer forint egyébként, ez még mindig csak a 16%-a az egyfő által megtermelt javaknak. Huszti Andrá, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. A nézőknek is köszönöm a figyelmet, kollégáim nevében is. Holnap este is találkozunk, akkor is tartsanak velünk. Viszontlátásra, jó éjszakát!